Az esős idő ellenére többen kilátogattak az országalmához évfélkor, mindegy 30-an végeztek áloműző tornagyakorlatokat a Városház téren a kihívás napjának első negyed órájában. A lényeg az, hogy mindenki mozogjon, próbáljon egészségesen élni ebbe a rohanó világba, és szakítson időt arra, hogy kicsit megáll, kicsit sportol, és a gyerekeknek is ezt mutatja, mert ha ők nem ezt látják a felnőttektől, akkor hogyan is vehetnék őket rá arra, hogy álljanak fel otthon a számítógép vagy a tévé elől, és jöjjenek, vagy menjenek el egy kicsit mozogni. Ebbe a városban lehet mozogni, az azt hiszem, hogy az adottságú és a feltételek biztosítottak, csak rajtunk múlik az, hogy ezt kihasználjuk-e. Egész éjszaka zajlottak a különféle sportprogramok. A torna után éjszakai foci vette kezdetét a Tóvárosi iskolában, ahol a polgármesteri hivatal és a városgondnokság munkatársai, valamint a képviselőtestület tagjai vívtak barátságos mérkőzést. Nappal sem állt meg az élet Székesfehérváron. Számos sportprogram várta a felnőtteket és gyerekeket egyaránt a kihívás napja alkalmából. Az István Király Általános Iskola előtt például brazil harcművészeti játékkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Jó volt nézni, nem tudom, hát látványos, ahogy előadják. Hazánkban egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a harcművészeti ág. Szerencsére itt Magyarországon az a tapasztalatunk, hogy nagyon nyitottak az emberek mindenféle olyan kultúrára, ami érdekes a capoeirában, meg kifejezetten jó, hogy a mozgás mellett a zenei elem is nagyon erős. Sportolással az esélyegyenlőségért címszóval csörgőlabda bemutató és integrált játék lehetőség várta a diákokat a szénatéri esélyegyenlőségi sportközpontban. Ezt a sportágat egyébként nem csak egészséges, de vak és értelmi sérült fiatalok is játszhatják. Ugyanúgy, mint a másik emberek, tehát ezt megszokták, hogy hát is segítenek nekik az emberek, és egy idő után hozzá lehet elszokni, tehát szerintem így könnyebb azért. Jó dolog, szóval hallom, hogy melyik irányból jön, arra nyúlok, elkapom és gurítom a másik ellenfélnek. A megannyi program célja minél több embert rábírni egy kis mozgásra a kihívás napján. Idén egyébként egy brazil várossal vetélkedik Székesfehérvár a nemzetközi mezőnyben. A feladat pedig nem más, mint 16 alkalom után idén is elnyerni a legsportosabb település címet.